magyar éremmel indult a budapesti Challenge Grand Prix. Karakas Hedvig a nők 57 kg alatti kategóriájában szerezte meg a bronzérmet a versenyen, amelyet nyugodtan nevezhetünk történelminek is. Ez ugyanis az első a sportág történetében, ahol egy menekültekből álló csapat is rajthoz állt. A nőknél a legfigyelemre méltóbb teljesítményt Japán két évvel ezelőtti világbajnoka Tonaki Funa nyújtotta a 48 kilósok között. A judoka kiváló döntőben győzte le koszovói ellenfelét. Aranyérmét Szabó Tünde sportért felelős államtitkártól vehette át. Először is nagyon szépen köszönöm az ellenfelemnek. Sokat küzdöttem vele edzésen, de versenyen most először találkoztunk. Jól ismerjük egymást, úgyhogy nagyon nehéz volt harcolni ellene. Könnyen az ő ipponjával is végződhetett volna a meccs, nagyon szoros volt, nyilatkozta a boldog győztes. A férfiak közül a kazah Jeldos Szmetszovot érdemes kiemelni, aki egész nap nagyszerűen versenyzett a 60 kg alatti súlycsoportban. A fináléban ezzel a tökéletesen időzített dobással szerezte meg a győzelmet a mongol Boldbatar Ganbat ellen az utolsó 20 másodpercben. A dobogón Schmidt Pál korábbi köztársasági elnök és olimpiai bajnok köszöntötte az érmeseket. Idén a legfontosabb és egyben a legkeményebb verseny a tokiói világbajnokság. Az összes Grand Slam és Grand Prix torna az augusztusi világbajnokságra való felkészülést szolgálja. Úgy gondolom, hogy egy jól sikerült sorozat újra aranyérmet érhet majd nekem, mondta a kazah sportoló, aki 4 évvel ezelőtt már nyert egy világbajnoki címet. Karakas Hedvig kategóriájában a regnáló olimpiai bajnok Rafaela Silva aratott győzelmet, a koszovói Norag Jakovát verte a döntőben. A férfiaknál a 66 kg alatti súlycsoportban mongol győzelem született. Kerlen Gunboldnak a CNN egyik alelnöke, Corinna Keller adta át az aranyérmet. A női 52 kilósok küzdelmeit a japán Maeda Kishima nyerte, az egyik bronz meccsen pedig nagy meglepetésre a spanyol Anna Perez Box legyőzte a koszovói olimpiai bajnokot, Majlinda Kelmendit, méghozzá ipponnal. A nap dobását a menekült csapat sportolója, az iráni születésű Mohamed Rashon Ensat mutatta be Monori Dániel ellen. Szombaton 11 magyar judós lép majd tatamira, köztük az olimpiai ezüstérmes Ungvári Miklós.